Sziasztok! A mai videónk témája a sárga kazettás Nintendo-s csoda. Vagy a Famicom Famiklón, vagy csak nemes egyszerűséggel a piaci sárga kazettás Nintendo. De mi is ez a Nintendo? A Nintendo egy japán multinacionális cég. A cég nagyon sok mindennel foglalkozott, de csak a későbbiek folyamán tekintett a videójátékok piaca felé. Az első nemzetközi piacra gyártott konzolja a NES, Nintendo Entertainment System, amit idehaza mindenki csak Nintendónak becézget, amely konzolnak az ázsiai változatát Famicomként vagy Family Computerként is ismerhetjük, amiből később a mi sárga kazettás csodánk született. Erről tényleges adatok a leírásban link formájában fognak szerepelni. Ennek a Famicom géptípusnak a kazettamódosulatai már különböző színekben pompáztak, már nem szürke és nem is a megszokott formában jelentek meg, bár eredeti NES programokat tartalmaztak, az eredeti NES géptípusba már nem lehetett beletenni őket. Ez a kazetta forma csak is a Famicom géptípusra volt jellemző, és csak is a Famicom gépek fogadták magukba. Ezt a géptípust elég hamar hamisítani kezdték, majd új formát, új alakot, új neveket találtak ki neki. Voltak köztük olyan típusok, ahol még a Nintendo nevet is felhasználták, de volt Family Game, Family Computer Game, TV Game és egyéb fantázia nevekkel ellátott típusok is. Magyarországra kerülése során rengeteg fantázia névvel ellátott géptípus jutott be, de a legközismertebb az Ending Man és a Terminátor gépek voltak. A kazettákon hackelt, módosított névvel ellátott programok voltak, esetlegesen a főhősöket és a figurákat is lecserélték. De a legnagyobb jó hír az egészben, hogy az eredeti Famicom kazettákat ugyanúgy olvassa a klónozott gép, mint az eredeti. A videó szándékosan nem tartalmaz töltelékinformációt, hiszen csak az eredeti gépekről van feljegyzett adat. Aki ismerte és játszott ilyennel, az 100%-ig kellemes élményekkel gazdagodott.